A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a vármegyei kormányhivatalok immár másfél évtizede folytatják le hagyomány szerint az évvégi szezonális ellenőrzéseket, melyek fókuszában idén az élőhal és édesipari termékek álltak. Ilyenkor a hármas ünnep, a Mikulás, a karácsony és a szilveszter rengeteg olyan terméket hoz, ami tömegével kerül az áruházakba és tömegével kerül a fogyasztókhoz, és itt valamennyinél különböző kockázati tényezőkkel kell számolnunk. Mindjárt az elején az édességek, a különböző csokoládéfigurák, szaloncukornak is mindnek megvan a maga jellegzetessége, és erre szeretnénk felhívni ezzel az akcióval egyrészt a lakosság figyelmét, másrészt pedig kiszűrni a tisztességtelen módon élelmiszerbiztonsági, minőségi problémával üzemelő vállalkozásokat. Pleva György hangsúlyozta, a szakemberek 2023. december 4-e és 31-e között vizsgálták az adventi vásárokra kitelepült vendéglátóhelyek működését és a különböző alkoholos termékeket is, valamint külön figyelmet szenteltek a kisállat eledeleknek is. A teljes vertikumot ellenőrizzük, ugye az előállítóknál is sem mindegy, hogy milyen biztonsági, önellenőrzési intézkedéseket, szabályrendszert találunk, ahol a fogyasztóhoz kerül a termék, a kereskedelemben szintén elő szokott fordulni, ugye a túlvállalás miatt akár hát télen is nyugodtan elképzelhető mondjuk a hűtési láncnak a nem betartása. Tehát, hogyha az áruházakban is látjuk, hogy a kitárolásnál, a akcióváltásoknál például ott kint tárolják órákig a hűtendő élelmiszereket, tehát azért könnyen előfordulhatnak itt is ilyen szabálytalanságok. A szakember úgy véli, az esetleges rossz minőségű vagy lejárt szavatosságú termékek vásárlását úgy tudjuk a leghatékonyabban elkerülni, ha elsősorban legális, ellenőrzött kereskedésekből szerezzük be a szükséges termékeket. Mindenféleképpen legális, bejegyzett, engedélyezett helyen tegyük meg a vásárlásainkat, és ne csábuljunk el esetleg egy-egy jó árajánlat esetén, ne vigyük a családunkat esetleg megbetegedésbe egy olcsó, de kétes helyről származó termékkel. Itt különösen a friss húsok, hal értékesítésnél merülhetnek fel ilyenek, de rendszeresen találunk az ellenőrzések során, különösen az ideiglenes árusító helyeken, piacokon olyan édességtételeket is, konkrétan legtöbbször szaloncukrot, ami már több éve elvesztette a minőségét, és hát bár élelmiszerbiztonsági kockázatot nem biztos, hogy jelent, de azért nagyon nagy meglepetés éri a gyermekeinket a karácsonyfa alatt, hogyha egy több éve lejárt rossz minőségű, terpénes illatú, száraz szaloncukrot kapnak a kezükbe. Hozzátette, az élelmiszeriparban, illetve kereskedelemben dolgozók számára különösen fontos, hogy rendelkezzenek a szakmával kapcsolatos ismeretekkel, mivel a Nébih tapasztalatai alapján nagyon sok esetben az élelmiszerbiztonsági előírások hanyagkezelése vezet a fogyasztói panaszokhoz.